Jó, hogy itt vannak velünk, minden jót mindenkinek. A Napraforgó megújuló energia magazin ezúttal meginvitálja önöket egy olyan szakmai rendezvényre, amelyen a Budapest Nappal Hajtva program keretében fővárosi társasházi képviselőket avattak be a napenergia hasznosítás lehetőségeibe, a fővárosi polgármesteri hivatal és a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség gondozásában. Aztán foglalkozunk azzal is, hogy az autóiparban milyen hatalmas lendülettel zajlik a háttérben a megújuló energiatermelés szempontjából is rendkívül fontos elektromos jármű platform megerősítése, és már ott vannak a folyamatban a hidrogén meghajtás szószólói is. A napenergia hasznosítás legjobb népszerűsítői azok a projektek, amelyek már egy ideje számokkal igazolhatóan tudnak beszámolni a befektetés megtérüléséről, hasznos. Egy ilyen példát mutatunk be önöknek Kőbányáról. Szóval tartsanak velünk, de mindenek előtt hírcsokrunk következik. Nagy erőkkel zajlik az európai gazdaságok függőségének csökkentése az orosz energiahordozóktól. Az Európai Bizottság bemutatta az orosz energiaimportjáról való uniós leválás tervét, a RePower EU csomagot, amely 2027-ig függetlenítené az EU-t az orosz energiától, és a számítások szerint mintegy 210 milliárd euró beruházási igénnyel jár. Az intézkedési terv az energiamegtakarítás és energiahatékonyság növelésével, az ellátás új forrásokkal való változatosabb átételével, a fosszilis energiahordozók kiváltásával, illetve a megújuló energiakapacitások telepítésének gyorsításával érné el a célt. Az Európai Parlament megszavazta, hogy 2035-től az új gyártású autók nem lehetnek sem benzinesek, sem dízelesek, vagyis attól az évtől kezdve csak elektromos hajtású új autót lehet vásárolni. A javaslat az EU Fit for 55 klímavédelmi csomagjának a része, amelynek célja az EU károsanyag kibocsátásának legalább 55%-os csökkentése 2030-ig. Az EU képviselők közül 339-en igen, 249-el nemmel szavaztak, 24-en tartózkodtak. Idehaza tovább növekedett a háztartási méretű kiserőművek beépített kapacitása és darabszáma, de a növekedés mértéke némileg megtorpant az előző negyedévekhez képest. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal negyedéves adatai szerint idén március végén összesen 141.135 napelemes háztartási méretű kiserőmű üzemelt, 1195 megawatt beépített kapacitással. Az ország nemzeti energiastratégiájában megfogalmazott cél, hogy 2030-ra legalább 200.000 háztartás rendelkezzen átlagosan 4 kilowatt teljesítményű tetőre szerelt fotovoltaikus erőművel. Az ország útjait járva manapság már nem okoz igazi meglepetést, ha mondjuk egy mezőn napelem farmot lát az ember, az pedig még gyakoribb, hogy családi házakon, kisebb közösségi épületeken is ott vannak a napelemek. Jelentős kihívás azonban, hogy sűrűn beépített nagyvárosi környezetben hogyan lehet hasznosítani a napenergiát. Erről szól következő beszámolónk, amelynek operatőre Szőke János volt. Újabb rendezvényt tartottak a Budapest Nappal Hajtva program részeként. Ezúttal társasházi közös képviselőkkel ismertették a napenergia hasznosításában rejlő lehetőségeket. Mint ismeretes, Budapest városvezetése 2030-ra 10 millió négyzetméternyi napelemmel szeretné korszerűsíteni a város energiagazdálkodását. Ennek érdekében a főváros programot indított, amelynek célja a napenergia széleskörű elterjesztése és integrálása Budapest életébe. A napelem telepítés jogi, műszaki és pénzügyi akadályait feltérképező munkát az EU-ki német kormányzati ügynökség több, közel 600.000 euró pénzügyi támogatással segíti. A közös képviselőknek tartott rendezvényen ott volt a Centrum TV stábja is. A nap az ragyog Budapestre is, amikor süt. Mennyire van fölkészülve a főváros arra, hogy ezt az energiát a polgárok is hasznosíthassák?
a főváros abszolút fel van készülve, sőt, a főváros pont alapvetően nem nekünk kell felkészülnünk, ugye ez egy technikai probléma. Mi azon dolgozunk, hogy mindenkit felkészítsünk erre. Most ugye a közös képviselőknek tartunk éppen erről egy komoly fejtágítót, oktatást, egyfajta szemléletformálást is egyébként. De hát nagyon sok, tehát a villamosenergia szolgáltatónak, a hálózati engedélyesnek, a maguknak, a budapesti polgároknak kell máshogy viszonyulniuk majd ehhez a témához. Mi azon vagyunk, hogy ezeket az információkat megosszuk azokkal az emberekkel, akiknek érdemes erről tudnia. Hol tartunk Magyarországon, illetve ezen belül Budapesten más országokkal egybevetve a nap energia hasznosításban? Ez az a helyzet, hogy nem vagyunk nagyon lemaradva. Ez azért a városi napenergia felhasználás, mondjuk Berlinben, éppen most jártunk Berlinben ennek a projektnek a keretében egy ilyen tapasztalatcsere céljából. Náluk sincs sokkal nagyságrendekkel magasabb napenergia hasznosítás, viszont már sokkal előrébb járnak az előkészületek szempontjából. De azt kell, hogy mondjam, hogy Berlin és Budapest ilyen szempontból nagyjából fej-fej mellett van. A források, a felkészültség, a jogi problémák, az egyéb ilyen technikai akadályok, vagy apró ilyen buktatók leküzdése a cél. Nyilván egy társasházas környezetben sokkal nehezebb napenergiát alkalmazni, mint mondjuk egy nagy zöld mezőn, ott viszonylag egyszerű építeni egy napelemparkot. Nyilván ezeket kell megoldani, de Budapest számára az ellátás biztonság egyik kulcsa a napenergia alkalmazása. Az, hogyha Budapesten lesz 1000-1500, akár 2000 megawattnyi napenergia kapacitás, ez kiépül, ez nagy mértékben erősíti az itteni villamosenergia szolgáltatás biztonságát, hosszú távon a hálózatot erősíti, a függőségünket külső forrásoktól nyilvánvalóan gyengíti, vagy hát oldja, és ez a mi célunk ezzel a projekttel is, és ezzel az egész programmal, még egyszer mondom, Budapest napahajtva 1500 megawatt a cél. És ennek az 1500 megawattnak a torta szelet felosztása, ez hogy néz ki? Egyáltalán milyen súllyal jelennek meg az egyes polgárok, társasházak, cégek, vállalkozások, intézmények? Most készítettünk egy térképet, ami megmutatja minden egyes házra, családi vagy társasházra azt a potenciált, ami a tetőkön van. Egyelőre csak a tetőkön lévő potenciálokat nézzük, mert egyébként nyilvánvalóan a társasházak vagy a nagyobb házak homlokzatán is létezik ez a potenciál, tehát oda is lehetne rakni napelemet. Most azt néztük meg, hogy mi az a technikai potenciál, amivel számolhatunk. Nyilván ennek egy töredéke lesz majd az, ami meg is valósul, de már most látható, hogy a teljes városra nézvés, több mint 5000 megawattnyi ilyen tetőn lévő technikai potenciál van, csak a 15. kerületben van 450 megawattnyi naperőművi potenciál. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a potenciál maga létezik. A gazdasági megtérülése ezeknek a beruházásoknak abszolút magától értetődően jó. Ugye egy energetikai beruházást általában egy ilyen nagy energetikai, mint egy több száz megawattos erőmű beruházás az általában 20-25 éves megtérüléssel dolgozik, vagy arra számolnak. Egy napos beruházás ma már 7-10 éven belül megtérül, attól függően, hogy milyen jó a tájolás, mekkora hatásfokkal működhet a maga ez a
naperőmű, ugye ezek apró kis naperőművek. De azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon jó beruházás, nagyon jó befektetés bárkinek, és a komfortfokozata nő, és a biztonsága nő az ellátásának, akár egy családi házról, akár egy társasházról, vagy egy társasházban lévő lakásról beszélünk. Egy pozitív példát nemrég elemezgettünk az ottani szakértővel, egy kőbányai intézménynek egy nagy lapos tetős fejlesztése volt, hogy hatalmas, már az ő léptéküket tekintve hatalmas farmot telepítettek, és 2 éve gyakorlatilag az energia szolgáltatások jelentős része ebből származik. Tehát ez egy abszolút pozitív téma. Budapest környéki településen nemrég egy magánháznál telepítettek napelemeket, és 14 hónapig tartott még a munkálat az hamar megvolt, de az engedélyezés. Visszadobták folyamatosan. Vannak szűk keresztmetszetek? Abszolút vannak szűk keresztmetszetek, azért nincs ennyi napelem, amennyiről beszélünk még a budapesti tetőkön. Ha ezeket a szűk keresztmetszeteket, ezeket a kis akadályokat leküzdjük, akkor nagyobb az esélye annak, hogy ezeket a befektetéseket, amik tényleg megtérülők, meg is teszik az emberek. Mondok pár példát, tehát a 23 budapesti kerületben 23 féle építési szabályozás vonatkozik a napelemekre. Most nem 23 féle, de nagyon sok eltérő szabályozás van az 5. kerületben, vagy a 2. kerületben, tök más az erre vonatkozó szabályozás. Van, ahol egyáltalán nem engedélyezik olyan napelemek feltételét az épületekre, ami az utcáról, vagy valami köztérről látható. Hát ez nonsens, gondolom én. Egyébként a budapesti polgárok véleményét erről felmértük, és gyakorlatilag 98%-uk támogatja azt, hogy minél nagyobb mértékben kihasználjuk az ilyen felületeket a városi környezetben is. És hol van a kulcs ezeknek a szűk keresztmetszeteknek a feloldására? Itt önkormányzatoknál, kormányzatnál, országgyűlésnél, szóval kívülről nehéz belátni, hogy ebben a útvesztőben merre vezet az út. Nyilván van ez, amit már említettem, az önkormányzati engedélyezési procedúra, vagy általában az építési szabályozás. Van egy másik probléma, ez a technikai szabályozás, itt Budapesten ez az E.ON, ővelük is együtt dolgozunk ezen, és látjuk a hajlandóságot arra, hogy felderítsük és együtt kimasszírozzuk azokat az apróságokat, azokat az apró dolgokat. Nyilván a villamosenergia szabályozás, a villamosenergia törvény, ami egyébként alapvetően preferálja a megújuló energia technológiák beintegrálását a rendszerbe. Hát nem feltétlenül pozitív most, és ezek az apró technikai az apró technikai gubancok, ezeket ki kell valahogy masszírozni a rendszerből. Mi most azon vagyunk, és reméljük, hogy ha Budapesten sikerül, akkor más városban is fog sikerülni Magyarországon. Ez az az egyik célunk, hogy egyfajta példát, vagy kitapossuk azt az utat, amit már nekik nem kell aztán. Javasol olyan akár internetes, akár más információforrást, amit érdemes figyelni annak, aki jobban beleásná magát ebbe a témakörbe? Nyilvánvalóan az MNNS honlapja az egy ilyen. Ott ugye ingyenes árajánlatkérést tudnak kérni az emberek ilyen eszközökre vagy beruházásokra emberek. Ugyanakkor nekünk is hamarosan elindul a saját honlapunk, a nappalhajtva.budapest.hu, ami még azt hiszem nincs élesítve, de pillanatokon belül például ez a kataszter, ez a szolár, úgynevezett szolár kataszter vagy szolár atlasz Budapestre vonatkozóan ott lesz, ahol mindenki a saját
háztartására vagy a saját tetőjére vonatkozó potenciálokat tudja majd lecsekkolni, és remélhetőleg utána erre fog majd egy árajánlatot kérni az MNNS-től, és hamarosan felkerülnek a napelemek, és mindenki boldog lesz, és a hűtőszekrény boldogan duruzsol a nappal hajtva. És az elektromos autók, amelyek egyre nagyobb számban lesznek, szintén onnan töltődnek, igaz-e? Igen, hát az az egyik célunk, hogy ugye itt nagyon sok technikai probléma van, de az az egyik célunk, hogy az így képződő addicionális, vagy plusz villamos energia, ami megtermelődik, az valamilyen módon tárolást kapjon, és mondjuk az egyik ilyen lehetőség az, hogy a villamos energiával hajtott járművekben rejtjük el az éppen el nem használt villamosenergiát, amit aztán majd a közlekedési energiává alakítanak át ezek a járművek. Úgyhogy nyilván a BKV-val, a BKK-val, tehát a mi közlekedési cégeinkkel is történnek már tárgyalások erre vonatkozólag. Egyébként a BKV telephelyei is már nagy mértékben fel vannak szerelve napelemekkel. Na most ez egy kis részét nyújtja még egyelőre csak a mondjuk az elektromos buszok töltésének, de akkor is ez egy nagyon fontos dolog. A vízművek, a csatornázási művek és egy csomó budapesti vállalat telephelyein alkalmazunk már napenergiát, úgyhogy a mi részünkről ez egyértelműen elindult. Azt szeretnénk, hogy a város lakók is bekapcsolódjanak ebbe a programba. A közös képviselők, akik itt vannak a tanácsteremben, nagyon sok családot, nagyon sok embert képviselnek. Mi az üzenet, amit vihetnek majd haza? Mindenképpen arról szeretnénk őket meggyőzni, hogy az egyik legcsodálatosabb, kifogyhatatlan energiaforrásunk, hogy a napenergia, amit korlátlanul tudnak hasznosítani, és ezzel tudják leginkább a rezsicsökkentést a családok részére megvalósítani. Megpróbáljuk őket arról képezni, hogy hogyan is kell egy napelemes beruházást, egy napelemes projektet megvalósítani, ami ez a tagvállalataink, a Magyar Napelem Napkollektív Szövetség tagjai minden segítséget megadnak, teljes projektet megpróbáljuk lebonyolítani, és egyszerűen meg fogjuk tudni oldani, hogy nem kell villamosenergiát vételezni, ingyen is tudjuk használni a villamosenergiát a saját napelemes rendszerünkből. Most tízszerű legyek, ez olyan, mint amikor mindig süt a nap, tehát felhő nincs az égen, ebből a szempontból teljesen tiszta és világos mindig minden kék és ragyogó? Szinte igen, ugye maga a napelemes rendszerek azok nappal működnek, viszont Magyarországon van egy szinte egyedülálló kezdeményezés, egy támogatás, ez a szaldó rendszer, tehát ma 2023. december 31-ig meg lehet szerezni a jogosultságot minden családi ház, társasház tulajdonosnak, hogy megvalósítsa a napelemes rendszerét, és akkor szalda elszámolással tudja ezeket üzemeltetni. Ez azt jelenti, hogy egy naptári éven belül, vagy egy éven belül bármikor megtermelhetem a villamosenergiát is felhasználhatom. Így meg tudom oldani mondjuk a nyáron összegyűjtök idézőjelben annyi villamos energiát, amivel mondjuk a téli fűtési igényemet ki tudom elégíteni. Tehát ennél jobb szerintem per pillanat nincs megoldás. Ha úgy tették, üzletben lévő különböző villamosenergia termelő szolgáltató vállalatok, amelyek általában elég nagyok, azok partnerek ebben, ők érdekeltek ebben, vagy ellenérdekeltek? Természetesen érdekeltek benne, tehát azok, akik, hogyha végigveszünk a piacnak az egyes szereplőit, vannak a KKV épületek, kisvállalkozások, gyárak, üzemek, ők például piaci áron veszik a villamos energiát, ők maximális érdekeltek abba, hogy minél gyorsabban kiváltsák, hogy ez a brutális villamos energia árát. Érdekesenképpen neki például egy 3-4 éven belül a mai árak mellett meg tud térülni egy napelemes rendszer. A áramszolgáltató is nyilván érdekelt abban, hogy az egyéneknél meg tudja oldani ezt a villamos energia biztosítását, a nagy biztonságú, hogy a kisebb hálózatfejlesztésekkel, vagy azok nélkül is el tudja érni azt, hogy minden egyes fogyasztóhoz eljutassa a villamos energiát. Attól lesz nekik egyébként üzlet ez,
hogy az, amit a mi napelemes rendszerük mondjuk visszatáplál a hálózat, azt valójában a szomszédon fogja felhasználni, nekik éppen nincsen napeleme, és meg kifizet érte a teljes piaci árat, hálózat használata mindennel együtt. Tehát valamilyen szinten az áramszolgáltatóknak is érdeke. Tehát gyakorlatilag minden szereplőnek érdeke azzal, hogy ezzel foglalkozzon. Egy Budapest környéki településről hallottam egy példát, ahol egy magánház felújításnál telepítettek egy napelemes rendszert. A munkálatok azok nagyon hamar megvoltak, viszont a működésnek az engedélyezése, amely a helyi szolgáltatón múlott, az elhúzódott sok-sok hónapon át. Vajon ez a saját hibája volt az illetőnek, vagy vannak a rendszerben szűk keresztmetszetek? Nyilván nem ismerem az adott esetet, jellemzően maga egy ilyen családi házas kivitelezés, egy napelemes rendszernek a telepítéshez körülbelül egy vagy két nap, egy nagyobb társasház is egy héten belül megvalósul, tehát általában nem ez szokott lenni a szűk keresztmetszet. Mindenképpen egy fontos, hogy egy szakember, egy tervező, villamos tervező, egy megfelelő igénybejelentéssel, megfelelő tervekkel, és utána a tervek alapján pedig végrehajtott pontos kivitelezéssel viszonylag gyorsabban áthatható. Természetesen az áramszolgáltatóknál a megnövekedett igény miatt feltorlódhatnak ezek a folyamatok, tehát elképzelhető, hogy vannak vele csúszások, de ha betartjuk a szabályokat, az előírásokat, a szabványokat, akkor minden esetben az áramszolgáltató, ha előzetesen már hozzájárult a csatlakozáshoz, akkor ennek nem fog akadályt gördíteni. Feltehetőleg itt is általában valami emberi mulasztás, vagy valami szerelői, kivitelezői hiba lehetett, de hangsúlyozom, nem ismerem arra ezt a projektet. Külföldi országokkal egybevetve Magyarországon hogy állunk a napenergia ilyen jellegű felhasználásában? Magyarországon jelen pillanatban a megújuló energia felhasználásunknak a jókora hányada, kb. 40%-a származik villamos energiából, ami messze van mondjuk még sok nyugat-európai országtól, de küzdünk érte. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a kormány is támogatja ezeket a törekvéseket. Ugye Orbán Viktor miniszterelnök úr többször kinyilvánította, hogy 50%-ban napenergiából kívánja biztosítani a hazánk villamos energia ellátását, hogy számokra is beszéljünk, 2030-ra 6000 megawatt, 2040-re meg 12.000 megawatt napelemes kapacitást gondolt a kormány. Ebből most, tavaly évvégén már 3.000 megawattot sikerült teljesíteni, aminek közel fele a lakossági kisvállalkozási szektor. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy fejfel mellett haladnak mind a lakossági, mind pedig a kereskedelmi célú erőműveknek az építései. Tehát jól állunk. Berlinben hamarosan előírás lesz, hogy új épületek csak napelemekkel ellátva épülhetnek meg. A városi rendelet jövő évtől érvényes, és a meglévő berlini épületek tetőfelújítása esetén is hasonló követelményeket fogalmaz meg. Áll a termelés a csornai napelemgyárban, amelyet tavaly előtt adtak át. Az EcoSolifer Heterojunction Kft. Dolgozói állítólag húsvét óta nem kaptak fizetést, és egyelőre még nem sikerült tisztázniuk, hogyan alakulnak a dolgok a csornai új napelemgyár körül, adta hírül a 24.hu. Az elektromos autók kínálata ugyan mostanában még a pandémia, majd az ukrajnai háború okozta globális alkatrészellátási gondok miatt akadozik, de a megújuló energiaszektor számára is jól meghatározható fogyasztás a töltésigény miatt jelentős és növekedése várható. A minapi Automotive Hungary kiállításon arról is kaptunk első kézből származó információt Kilián Csabától, hogy az autógyárak hogyan kezelik a helyzetet. Mindegyik autógyártónak az a célja, hogy csökkentse a CO2 kibocsátást, és az Európai Green Deal által meghatározott különböző normákat teljesítse a megfelelő határidőkkel. Hát ez is egy hatalmas technológiai kihívás alapjában véve az autóipar számára. Nem elég az, hogy különböző egyéb dolgok miatt is meg kell oldani a gyártást. Én azt hiszem, hogy az elkövetkezendő 5-10 évben ez egy olyan téma, ami
amit az autógyárak egyértelműen meg fognak oldani, és itt úgy érzem, hogy nagy lehetősége van akár a magyar beszállítóiparnak is, hogy ebbe az új technológiai kihívásokba minél jobban bekapcsolódjanak, és a beszállítóipar is ezen a területen növekedjen. Azt látjuk, hogy akár a Magyar Gépipari Egyesületnek a tagváltói közül is vannak olyan cégek, akik az elektrifikációval, vagy a robotizációval, automatizálással kapcsolatos tevékenységeket végeznek. Az ő megrendelés állományuk most is nagyon jelentős, és nagyon nagy növekedési potenciál van tulajdonképpen az elkövetkezendő években ezeknél a cégeknél, akik ezekre az új trendekre rá tudnak állni. Itt a kiállításon ugye nyilván mindenkinek csili-vili a standja, és elhozták a legszebb bemutatható dolgokat. Nem jól érzékelhető evidens módon az, hogy mi újság a munkaerőpiacon. A munkaerőpiac, hogyha Magyarországot nézem, akkor itt vannak regionális gondok és kihívások. Vannak olyan régiók, ahol ugye nagyon nehéz megfelelő munkaerőt találni, és látszik, hogy most már nem csak a környező országokból, hanem távolabbi országokból, például Indiából is jönnek be dolgozók. Hát itt azt mondanám, hogy a jövő generációja nagyon lényeges. Abból a szempontból, hogy hogyan tudunk bekapcsolni a minél magasabb hozzáadott értékű tevékenységekbe, kutatás, fejlesztési tevékenységekbe. És azért ezen a téren azt mondanám, hogy Magyarország több vonalon is nagyon jól indult el. Akár mondjuk beszélünk itt a mesterséges intelligenciáról, az 5G-ről, akkor a zalaegerszegi tesztpályáról. Nagyon jelentős kutatásfejlesztési beruházások jöttek az elmúlt időszakban Magyarország. Vagy beszélhetünk például az akkumulátorgyártás területén is, ugye több milliárd eurós beruházások jöttek Magyarországra, ami a jövő szempontjából azt hiszem, hogy nagyon meghatározó, és a magyar gazdaság teljesítménye szempontjából is nagyon meghatározó, mert a magyar GDP-hez jelentősen hozzá fognak járulni ezek a beruházások, amelyek most vannak folyamatban. Ezek voltak éppen termékeny talajra hullanak, tehát a korábbi paradigmák, a korábbi technológiára épülő beruházások, befektetések, azok megfelelő közeget jelentenek az újaknak? Tehát én ketté választanám, tehát hogyha a gyártásról beszélünk, akkor ugye a termelékenység növelés, a hatékonyság növelés, ez egy nagyon alapvető kérdés. És itt bejön a digitalizáció, bejön a különböző ipar 4.0 megoldások, és tehát ez egyik nagyon fontos téma, és itt én azt mondanám, hogy a magyar fiatalságnak is nagyon jó lehetőségek vannak, hogy ezekbe az új technológiai folyamatokba bekapcsolódjanak. A másik téma az, hogy Magyarország milyen új olyan technológiákat tud behozni beruházások révén, akár külföldi beruházások révén, amiben ez a magyar kutatás-fejlesztési háttér erőteljesebben, meg egyetemi akadémiai háttér egyre erőteljesebben be tud kapcsolódni. És hát ezen a téren is azt mondanám, a duális képzés területén, az egyetemi ipari együttműködések területén azért nagyon sok jó dolog történt ma Magyarországon, és sok fejlődési lehetőség van még ezen a téren. A kormányzati támogatása szándék mellett megjelenik? Tehát olyan programokban, olyan financiális csatornákban, amelyek esetleg még akár ötvöződnek Európai Uniós csatornákkal, forrásokkal is? Természetesen a múltban is ez egy nagyon lényeges terület volt, tehát hogyha a működő tőke beruházásokról beszélünk, ugye a magyar kormány nagyon jelentős támogatásokat adott, emellett nagyon jelentősen támogatta a magyar KKV-szektort is annak érdekében, hogy ezekhez a technológiai váltásokhoz, újításokhoz ők hatékonyan be tudjanak kapcsolódni, és kutatás-fejlesztés terület és azt mondanám, hogy manapság is a kormány nagyon jelentős készpénztámogatást, meg oktatás-képzés területén is nagyon jelentős támogatásokat ad a cégeknek, ami a jövő szempontjából és a versenyképesség, Magyarország versenyképessége szempontjából is nagyon fontos. A te szakértő ismeret anyagoddal, amikor itt körbejársz a kiállításon, akkor mit érzékelsz? Mi az, amire felfigyelsz?
Hát ami nagyon érdekes, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Tehát az előző évhez képest én úgy értem, hogy sokkal többen vannak itt, és nagyon sok fiatal van itt, ami nagyon jó. Ugye most az Automotive Hungary kiállítás konferencia együtt lett megszervezve az Iparnapéval és a Magtekkel, tehát egy nagy kiállításról beszélünk, azt hiszem több mint 400 kiállító van, és hát legalább egy 20 ezer látogatót várunk ezen a négy napon. Tehát szerintem ez nagyon jó hír. Ugye ehhez azért hozzá kell tenni azt is, hogy valószínű, hogy a Covid után ugye ez egy olyan kiállítás, ahol végre személyesen is tudnak találkozni a szereplők, és mondjuk ezek a személyes találkozásoknak azért mindig nagyon nagy szerepe van, azt mondanám, az üzletkötések szempontjából is, és remélem, hogy tényleg akik ide kilátogatnak, meg akik kiállítóként itt vannak, azok elégedettek lesznek ezzel a pár nappal. A laikusok, amiket itt látnak, tehát olyan robotokat, olyan hegesztési megoldásokat, olyan alkatrész gyártási lehetőségeket, amelyeket bemutatnak a cégek, azok tükrözik a realitást, szóval ilyen a többség? Erre nem tudok azért pontos választ adni, mert hát itt azért nagyon nagy a szórás, azt mondanám. Itt azért a legjobb cégek jelennek meg ilyen kiállításon, akik hozzák a 3D-s megoldásaikat, a különböző digitalizációs megoldásaikat, stb. De hát én úgy érzem, hogy azért az magyar autóipar, hogyha csak az elmúlt kis rövid távot nézzük, mondjuk egy 20 évet nézünk, hát nagyon-nagyon nagy fejlődésen ment keresztül, és azt mondanám, hogy a magyar KKV szektorban is nagyon szuper cégek vannak, akik mondjuk nem csak magyar piacon, hanem egész globális piacon dolgoznak, és ezek abszolút fölveszik a versenyt, akár a nyugat-európai, akár a kínai, akár az amerikai beszállítókkal szemben is. És talán itt érdemes megemlíteni, hogy ugye most emiatt a pandémia, meg háború szituáció miatt ugye van egyfajta relokáció, tehát hogy az ázsiai országokból, vagy a távolabbi országokból jövő beszállítók helyett esetleg itt Közép-Kelet-Európában keressék a cégek a beszállítókat, mivel nincsen az a nagy távolság, nincs az a nagy időeltolódás, meg nincs az a nagy konténerhiány, tehát a logisztikai problémákat így talán ki tudják küszöbölni, és azért nagyon sok versenyképes cég van itt ma Magyarországon, akiknek ez egy lehetőséget jelent a jövőt illetően. Az mit jelenthet globálisan, majd Európában és konkrétan Magyarországon, hogy az Egyesült Államokban nagyon jelentős kormányzati milliárdokat tolnak a chipgyártás újra felfuttatása mögé. Az Intel ugye már Ohio-ban 20 milliárd dolláros létesítmény fejlesztését elkezdte, és még sok minden más következik. Nyilván eltart egy ideig, de mikor ér ide? Nagyon fontos szerintem természetesen az, hogy a világon milyen chipgyártási új kapacitások épülnek föl. Ugye az USA-ban ugye megvan ennek a múltja is, meg ezek szerint a jelene jövője is, de hogyha ázsiai országokat nézzük, mondjuk ott van Tajvan vagy Kína, ugye, ahol a legnagyobb chipgyárak működnek ma jelenleg a világon, ugye ők is folyamatosan növelik a kapacitásukat éppen a hiány miatt, de ugye az Európai Unió is lépett ebből a szempontból, és ott is egyfajta stratégiát kialakítottak, hogy Európában hogy lehet a chipgyártást fölpörgetni. És Európában is ugye a német cégek, vagy más Anglia, vagy francia cégek is ugye befektetnek chipgyárakba, tehát egy kontinentális ugye bejelentett, hogy chipgyárat fog építeni. Tehát vannak itt Európában is nagyon komoly fejlesztések. Magyarországon itt van az Infineon, ugye akik chipgyártást csinálnak, ők hogy tavaly előtt csináltak egy kb. 100 millió eurós beruházást, és ők is bővítették a tevékenységüket. Tehát ezen a téren szintén nagyon-nagyon sok mozgás van, nagyon sok új fejlesztés van, és remélhetőleg ezek az elkövetkezendő egy, maximum két évben beérnek, és ezek a kapacitások rendelkezésre fognak állni, nem csak az autóipar, hanem az elektronikai ipar, számítástechnikai ipar számára is, és akkor remélhetőleg tényleg nem a chipgyártás fogja megakasztani majd az autó összeszerelő üzemeket. Ugye már korábbi ilyen hasonló kiállításokon, konferenciákon is megjelent, és fölhívta magára a figyelmet a hidrogén lobby, ha szabad azt mondani, és komoly potentátok vannak mögöttük, de még nem annyira ismert, hogy valójában miről van szó.
Hát ez egy nagyon jó kérdés a jövőt illetően. Valóban Magyarországon is egy hidrogén technológiai stratégiát készítettek. Európában is hidrogén stratégia született, németek is csináltak hidrogén stratégiát. Magyarországon létrejött a hidrogén technológiai platforma, egy szövetségi átalakult, éppen, ha jól tudom, ma van a közgyűlésük. Tehát elindult itt Magyarországon is a folyamat, és azokat a cégeket, akik a hidrogén technológiában ma fontos szerepet játszanak, vagy a jövőben fontos szerepet játszhatnak, majd azokat próbálják tömöríteni. Hogyha az autóiparról beszélünk, ugye az autóiparban a személygépkocsik esetében ugye a szakértők azt mondják, hogy ez egy kicsit későbbre tevődik, amikor egy ilyen tömeges felhasználás lesz, ez egy 5-10 éven belül valószínű azért be fog következni, itt vannak azért még technológiai kihívások. Ugyanakkor a nehéz járművek, teherautók, autóbuszoknál ugye már most is vannak hidrogénnel hajtott teherautók, itt is különböző technológiák versenyeznek, és hát a cégek, akik itt vannak, akár egy MVM, vagy más energiával foglalkozó cégek, ugye ezek nagyon érdekeltek abban, hogy hogy lehet ezeket az új technológiákat felhasználni a jövőben, és azt mondanám, kiépíteni a megfelelő hálózatot. Ugye Európai Unió szinten van egy olyan döntés, tudomásom szerint, hogy éppen a tehergépjárművek számára a nagy európai útvonalakon fognak telepíteni hidrogén töltőállomásokat, ha jól tudom, körülbelül ilyen 90-100 kilométeres távolságokra, ami már lehetővé teszi mondjuk a tehergépjármű közlekedésnek, hogy hidrogén hajtással működjenek, menjenek, és meg lesz a megfelelő töltőkapacitás is hozzá. Itt tulajdonképpen egymás mellett jelenhetnek majd meg a piacon az elektromos meghajtású járművek, meg a hidrogén üzemanyagból táplálkozó járművek? Igen, abszolút. Annyi különbséget azért érzek, hogy mondjuk az elektromos hajtás területén a járműipar, a személygépkocsipar sokkal előrébb tart. És a legtöbb autógyártó ebben látja most a jövőt, annak érdekében, hogy az európai Green Deal-nek szabályozásnak megfeleljenek. A hidrogén egy kicsit később jöhet majd az autóipar számára, de itt mind a két területen, akár az elektromos hajtásról, akár hidrogén technológiáról beszélünk, itt biztos, hogy nagyon jelentős technológiai ugrások lesznek, nagyon rövid időn belül. Tehát olyan hatalmas kutatás-fejlesztési tevékenység folyik most, azt mondanám, a nagy szereplőknél, hogy itt egy-két éven belül jönnek ki az új technológiák, és egy-két-három éven belül pedig már sorozatgyártásba is bizonyos dolgok be fognak kerülni. Tehát én úgy érzem, hogy nagyon közel van az, hogy mondjuk, hogyha elektromos hajtásról beszélünk, ugye ma is van már olyan autó, ahol 800-900 kilométer hatótávolsággal működik, de mondjuk egy száraz akkumulátor technológia tömeggyártásba bekerül, ez hirtelen meg fog valósulni, akkor azt mondanám a középkategóriás, alsó kategóriás autóknál is. És valószínű, hogy remélhetőleg az árakon is ez majd úgy tükröződik, hogy nem drágul, hanem csökken. Szorgalmasan termeli a villamos energiát a Kőbányai Vagyonkezelő ZRT napelemfarmja, amely részben az irodaépület fogyasztását fedezi, de felhasználják elektromos autók töltésére is. A tapasztalatokról Szőke János operatőrrel készítettünk beszámolót. Stílszerűen az elektromos autók részére fenntartott parkolóhelyen állunk, és innen kezdjük egy kicsit visszapörgetni a történetet, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő ZRT-nél milyen mérlegelés előzte meg a napelemek alkalmazását, illetve az egész szisztémának a nagyon sok felé elágazó bevezetését. Hát először is a Kőbányai Vagyonkezelő élve a lehetőségekkel, a környezetszennyezés, a zöld használás és a megtakarítás, pénzmegtakarítás vezérelte a vezérkart, hogy belelépjünk ebbe a munkába. Elsőként elkészült az úgynevezett napelem rendszer, ami 206 darab napelem került fölhelyezésre a raktár tetejére. Hát erről egy-két szót azért hagyd mondjak, itt sokan féltek attól, hogy mi lesz, hogyha itt jégverés lesz, mi lesz, hogyha a karbantartás nem úgy lesz, mennyi lesz a meghibásodás. Meg kell mondjam, hogy semmi. Jégverés volt, nem történt baj. A karbantartás a 3,5 év alatt
egy darab, azaz, hogy egy darab panelt kellett kicserélni, aminek hibásodott. Egyébként mindig tudjuk ellenőrizni, akár még egy mobiltelefonról is, illetve okostelefonról, tehát tudjuk, hogy a 206 panelből melyik az, ami hibás, melyik az, amit cserélni kell, melyik mennyit termel éppen abban a pillanatban. Továbbiakban pedig az, hogy 236 ezer kilowattórát termelt ez alatt a 3,5 év alatt. Ha ezt mi hagyományos erőműbe hoznánk létre, akkor 92 ezer kilogramm szén-dioxid termelődne, ami ugyan elég, ugyan sok. És még egy szám, ezt a bizonyos mennyiséget 2800 fa, egészséges fa tudná csak kompenzálni. Ezért nagyon érdekes az, hogy sajnos a világszerte mindenütt égnek a erdők, nem csak az, hogy szennyezik a levegőt, hanem hát oxigén termelésben akkor nem tud részt venni. No, de vissza a napelemekre, 12,5 millió forintnyi villamos energiát termelt nekünk ez alatt a 3,5 év alatt. Ez igencsak sok. Tehát mindenképpen hasznos volt, és ezt a villamos energiát mi tudjuk használni a továbbiak során is. Például itt, ahol állunk. A múltkori riport alkalmával beszéltem arról, hogy egy darab villamos autót vásároltunk, kettőt pedig megrendeltünk. Hát ezek megérkeztek, és el kell, hogy mondjam, hogy ez a három autó 3,5 év alatt 100 000 kilométert tett meg. Na most, ha megnézzük, hogy ezt a 100 000 kilométert hagyományos autóval végeztük volna el, az 7000 liter üzemanyagot jelentene. 7000 litert. Ezzel szemben 2200 kilowattórával mentek el az autók. Nem szennyeztük a levegőt, felhasználtuk a napenergia által termelt villamos energiát, és nem hasznos volt ez a beruházás. Elkezdték számogatni, jól lehet, ezek a számok önmagukban is nagyon meggyőzőnek tűnnek, hogy végül is a beruházáshoz képest a megtérülési idő ez hogy alakul? Nagyon jó kérdés. Azért is érdekes ez a 12,5 millió, mert ez közel van a bekerülési költség 50%-ához. És ha azt vesszük, akkor az elméletben elképzelt 8 év körüli megtérülés létrejöhet. És ezt is várjuk tőle. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Tehát valóban tulajdonképpen nem nagyon kell ezekkel az elemekkel különösebben foglalkozni, csak figyelemmel kell kísérni? Hát ez pontosan így van, ez teljesen automatikusan működik, nem kell hozzányúlni, sőt, a mérés is automatikusan megy a elektromos művek felé, tehát amit ők adnak nekünk, mi adunk vissza, tehát a kettő közötti különbséget kell kifizetni. Ez a lényege, de nem kell hozzányúlni, teljesen automatikusan megy. Úgy a mérés, mint ahogy a termelése a napelemeknek. Az elektromos művekkel a kapcsolat létrehozása részben szerződésileg, részben pedig ténylegesen, tehát technikailag az bonyolult volt? Egyáltalán nem volt, ez eleve már feltétele volt a megvásárlásának, illetve a tervező, kivitelezőnek a feladata volt, hogy egyeztessen, nekünk ebben különösebb munkánk nem volt. Az autókra visszatérve, hogy voltak éppen, hogy működik ez a gyakorlatban, milyen gyakran kell tölteni ezeket a járműveket, hogy milyen eszközökkel, hogy csinálják? Van három töltőnk, este, amikor hazajön az autó a munkából, általában ezeket az autókat Pesten használjuk, tehát vidékre nem nagyon mennek. Este fölkötik a töltőre, reggel mehet újra útjára. Ezek általában olyan 250-280 kilométert tesznek meg egy töltéssel, mindenképpen elég egy napra, sőt, még marad is benne, csak utána kell tölteni. Ezek a töltők együtt jöttek az autókkal? Nem, a töltőket külön kellett megrendelni, és mi magunk építettük fel céggel, tehát hivatalos céggel, és hivatalos berendezéseket alkalmaztunk. Hogy látja mindezek alapján, hogy az elektromos járműveknek a jelenléte, illetve a jogosultsága az hogy alakul?
Hát ez egy érdekes kérdés, mert vannak, akik azt mondják, hogy hát ez nem sokat hoz, mert hogyha az erőműbe szénnel tüzelnek, és onnan kapjuk a villamos energiát, akkor majdnem úgy ugyanaz, mint egy másik esetben, vagy a normál autóval. De itt ebben az esetünkben a villamos energiát a napelem szüli meg, és abból használjuk. Ebből is látszik, hogy 236 ezer kilowattórát termelt a napelem, és ebből 2200 kilowattot használtak el az autók a 100 ezer kilométerre. Azt hiszem, hogy ez magáról beszél. Hát igen, mert ugye most hirtelen fejben nem tudom kiszámolgatni, de egy ilyen autónak azért ilyen 7-8-9 liter fogyasztása 100 kilométerenként van, tehát nagy valószínűséggel itt üzemanyagban is, forintban is egy jelentős megtakarítás keletkezett. Előbb említettek szerint 7000 liter üzemanyagot spórolunk meg ezzel, és természetesen annak megfelelően a szörnyezett szennyezés is elmarad. Tehát akkor tényleg ez egy kicsit olyan, mint a mesében, hogy költsége most már nincs, ugyanakkor meg az ember használja? Ez akkor igaz, hogyha saját magunk termeljük meg a villamos energiát, akkor igaz. A másik esetben akkor is jó, csak akkor nem ekkora a megtakarítás. Magukra az elemekre visszatérve, ugye az elektromos autók, meg általában az elektromos digitális megoldások azért folyamatosan fejlődnek, és ami 3,5 évvel ezelőtt egy jó megoldás volt, az jó is marad, ameddig ezek az autók lesznek? Egyelőre még semmi olyan káros dolog nem történt, és ez hosszabb távon is meghozza a maga eredményét. Ezek az autók szervizigénye is sokkal kisebb, mert nincs annyi fékezés, mert saját maga fékezi, hogy visszatermeli a elektromos áramot a akkumulátorba, tehát így a fék is nincsenek annyi olajcsere, általában kevesebb, sokkal kisebb. Hát egy dízel vagy egy benzines motor sokkal komplikáltabb mint motorilag, mint ami itt van. Ebben egy darab villamos motor van. Ez a fajta energia, ez az egyéb működéshez, tehát itt az épületek működéséhez hogy járul hozzá? Hát körülbelül egy harmad részét tudja ellátni a kőbányai vagyonkezelő villamos fogyasztásának, sajnos, de ennek van egy olyan akadálya, hogy 50 kW teljesítménynél nagyobbat nem engedélyeznek. Ebből kifolyólag nálunk ez körülbelül egy harmad részét hozza a villamos. Az is sok-sok pénz, mint ahogy az előbb említettem, 3,5 év alatt 12,5 millió forintot hozott. Viszont ha jól emlékszem, akkor itt egy kombinált környezetkímélő energiatermelő szisztéma alakult ki akkoriban. Ez hogy működik? Hát ez volt az első, hogy a napelem, a második ez az autó, elektromos autó, de van még egy, ami szerintem nagyon fontos, hogy a iroda épület fűtését megoldottuk hőszivattyúval. Ez azt jelenti, nem levegőbe beszélek, hogy a levegővel fűtünk, és nem csak fűtünk, hanem hűtünk is. Tehát nyáron, amikor meleg van, akkor a hűtést csinálja. Ez olyan, mint egy frigider, azaz, hogy hűtőszekrény. Kívül a hűtőszekrény meleg, belül meg hideg. Ugyanez van fordítva télen, amikor kintről veszi a levegőt, és bent fűt. Hát ez egy nagyon óriási lépés. A levegőből veszi ki az energiát, és ez azt jelenti, hogy körülbelül 0 fokig ezzel el tudunk fűteni az irodaépületbe. 0 fok környékén már besegít a gáz, és hogyha ezt összességében nézzük, ez körülbelül 50% megtakarítás a gázban. Hogyha most kitekintünk egy kicsit a vagyonkezelő kerítésén túl, a véleményét kérdezem arról, hogy ez a típusú megközelítés, koncepció egyénileg, amikor valakinek mondjuk van egy saját autója, akkor az hogy értelmezhető? Ez is egy jó kérdés, attól függ, hogy hol lakik a gazda, mert hogyha egy 10. emeleten a panelbe, az nem tudja tölteni otthon éjszaka, aki kertesházban lakik, akkor este fölteszi, és tehát ez azért nagy különbség. Mindenképpen megéri, csak arra kell koncentrálni, hogy merre van egy töltési lehetőség, amiből még azért Pesten nincs annyira sok.
és ez fontos ahhoz, hogy tölteni kelljen az autót, és ezek a töltési idők még egy kicsit hosszúak. Tehát attól függ 4 órát, vannak gyors töltők, de azok nem annyira egészségesek olyan szempontból, mert az ront az akkumulátor kapacitásán, élettartamán. A hosszabb töltés pedig 4-6-8 óra, otthon esetleg még 10 óra is van, tehát annak éri meg, akinek éjszaka van lehetősége tölteni, reggel elmegy dolgozni, hazamegy, visszateszi a töltőre, és annak megéri minden. Persze nem, mit tudom én, lemenni Horvátországba, mert az egy kicsit problémás szokott lenni. Még van olyan, de hát az meg egy kicsit megfizethetetlen, a Tesla például, ami 500-600 kilométert is el tud menni egy töltéssel. És ilyen egyéni keretek között is működne ez a napelem és saját töltőkapacitás? Igen, igen. Nagyon sok helyen, Budapesten is, vidéken is, akármerre járok, látom a tetőn, hogy ott vannak a napelemek. És általában egy ilyen általános nagyságú lakás, ház, olyan 5 kilowatt körüli értéket, ha beépítenek, az ellátja a lakást. Még talán annyit tennék hozzá, hogy a megtérülés után még 25 év az élettartam, de még akkor sem az van, hogy el kell dobni, hanem 25 év után a gyakorlat szerint csökken a kapacitása. Tehát nem termel annyit, teszem azt 80%-ot termeli, még az sem eldobandó. Tehát itt hosszú távon lehet gondolkodni ezzel a berendezéssel. Jó, hogy itt voltak velünk. A Napraforgó megújuló energia magazin ezúttal meginvitálta önöket egy olyan szakmai rendezvényre, amelyen a Budapest nappal hajtva program keretében fővárosi társasházi képviselőket avattak be a napenergia hasznosítás lehetőségeibe. A fővárosi polgármesteri hivatal és a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség gondozásában. Aztán foglalkoztunk azzal is, hogy az autóiparban milyen hatalmas lendülettel zajlik a háttérben a megújuló energiatermelés szempontjából is rendkívül fontos elektromos jármű platform megerősítése, és már ott vannak a folyamatban a hidrogén meghajtás szószólói is. A napenergia hasznosítás legjobb népszerűsítői azok a projektek, amelyek már egy ideje számokkal igazolhatóan tudnak beszámolni a befektetés megtérüléséről, hasznosságáról. Egy ilyen példát mutattunk be önöknek Kőbányáról. Most már csak annyit, következő műsorunkra is várjuk majd önöket, addig is minden jót mindenkinek!